És akkor most itt ül már a stúdióban dr. Mártonfi Béla, aki az Agrárkamara egyik elnöke, azért az egyik, mert ugye ő felel nem az állatokért, hanem a növényekért. Kertészetért, jobban mondva. Kertészetért, sláger téma következik. Dinnye, sárga barack. Nagyon furcsa híreket lehetett a kedvencünkről, a görög dinnyéről olvasni, azt, hogy a földeken rohad, mert nincs, aki leszedje, nincs idénymunkás, és ráadásul ugye 1000 forintot adnak óránként, ami kevés. Mi igaz ebből? Mert közben az üzletekben azért szerencsére van dinnye. Azt kell mondjam, röviden összefoglalom, ez rémhír. Rémhír. Úgy gondolom, hogy valóban a kertészet területén ugye nagyon kézimunka igényes, kevesebb most a kézimunkaerő, és van némi munkaerő hiány, de azért csak-csak megoldja valahogy a szakma, nagyon nehéz, és nyilvánvaló az órabérek is fölemelkedtek az elmúlt időszakban, de azt gondolom, ez egy természetes dolog. A versenyképességünket, ha javítjuk, mint ahogy mindenki ezt csinálja a világon, talán ki tudjuk termelni, és a kormány meg is hirdetett egy programot, ugye, hogy a közmunkából visszairányít a versenyszférába elég sok munkaerőt. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen rémhír. Magyarországon ma 5000 hektáron körülbelül 200.000 tonna görögdinnyét állítunk elő, vagy termelünk, 5 termőkörzetbe van dinnye, szedik a dinnyét, és hál' Istennek az idő is meleg és jó, mert ahhoz kell a fogyasztás. De akkor egyáltalán nem is rohad? Tehát nem rohad. Semmit? Ilyen nincs, hogy rohad a dinnye, és ott marad a földön. Az más kérdés, hogy idén kicsit nehezebb a párás meleg idő miatt a növényvédelem, megjelent az antraknózis, ez egy jellegzetes betegsége a dinnyének, és a védekezést nagyon erősen meg kell szervezni. Tehát vannak, de ezek nem is kerülnek a fogyasztásra. Úgy gondolom, hogy elég meleg időszak volt ahhoz, hogy több, ugye ez egy remontáló növény, egy indán több növényt nevel ki, és csak az egészséges növények kerülnek a piacra. Tehát ez így egymagában rémhír. Tehát szó nincs erről, pláne, igen, hogy csak azért rohadott, mert nincs munkaerő. Azért is volt furcsa ezt olvasni, mert azt hiszem a következő hír az volt talán egy vagy két nap után a dinnyéről, hogy a Tesco viszont nagyon-nagyon sok dinnyét exportál. Ez így van, ez évek óta így van, nem csak a Tesco, hanem más multinacionális áruházlánc is. Én úgy gondolom, hogy ellátja az itteni boltjait, de ugyanakkor a környező országokba, a Tesco boltokba nyilván kiszállít, ezt tudjuk, örülünk is neki. Ez is a mi, hogy úgy mondjam, termelésünket növeli, ez egy pozitív fogalom. És viszi a hírünket. És viszi a hírünket. Nagyon sokféle dinnyét lehet az üzletekben kapni, háziasszonyként folyamatosan csak kapkodom a fejem, hogy kis dinnye, mag nélküli dinnye, sárga belű dinnye, nagy piros dinnye, és mind a görög dinnyéről beszélünk. Mi történik itt? Miért alkalmazkodnak a termelők a piachoz? Ezeket igényeljük? Mondjuk olyan dinnyéket, amiket be lehet rakni a hűtőszekrénybe. Mert régen az volt, hogy legyen egy dinnye 15 kilós, mert különben nem tudom megvenni. Abszolút, abszolút. Megváltoztak a fogyasztói szokások. Ez alkalmazkodik. Ugye a 4-5 legnagyobb termelő, mi a negyedikek vagyunk Európában, a spanyolok, az olaszok, a görögök és mi termeljük nagy mennyiségben a dinnyét. Leginnovatívabbak, azt kell mondjam most a spanyolok, nagyon sok új fajtát nemesítenek. Ezeket minden ország és mi is használjuk, és a fogyasztó bizony igényli ezt. Ma már nem 15 és 18 és 20 kilós dinnyéket igényel, nem csak, mert ugye vannak hosszú csíkosak, hosszúak, vannak gömbölyű csíkosak, vannak márványozottak, de akkor mi is vannak feketék, ehhez, már mi is alkalmazkodunk. És ma úgy látjuk, hogy nagyon terjedőben van a magszegény, mag nélküli dinnye, ezek most fekete dinnyék, nagyon kedvelik a vevők. Bárhol és voltunk finom. Nekünk, nagyon. Mondja, igaz, hogy ez esetleg nem egészséges, mert már rögtön a rémhírek is Szó nincs róla. Ez egy nemesítési eljárás, amiben a magok benne vannak, de nem fejlődnek ki olyan mértékig, és ezért az étkezés szempontjából kedvezőbb. De itt van a mini dinnye is. Az már így olyan 1,5-2 kilós, szinte ilyen, mint egy kis labda. És azt mondjuk a szólóháztartások is meg tudják venni, és el és tudják fogyasztani. És az íze ugyanolyan finom. Ugyanolyan finom. És nagyon érdekes, hogy azokat a fajtákat, amit esetleg a világ másik végén nemesítették, Magyarországon termelik,
sokkal ízletesebbek, és ennek a magyarázata az, hogy Magyarországon a klíma következtében a savcukorarány kedvezőbben alakul, márpedig ez felelős az aromaanyagokért. Tehát a magyar zöldség, gyümölcs ettől aromás, ettől irigyelnek minket, tehát ez egy isteni adomány. Hát igen, a zöld paprika és a paradicsom így és van, minden egyéb, és a termelők azok, hát éveken át azért azt hallottuk, hogy bajban vannak, mert valami egészen őrült akciókba kezdtek a különböző áruházláncok. Egymás alá ígértek, tényleg mit tudom én, 50 forintos, meg 60 forintos dinnyék voltak. Hogy ezt az agrárkamarának sikerült egy kicsit visszanyomni egy normális kerékvágásban, vagy a kereskedők maguktól jöttek rá, hogy inkább legyen 90 forint egy kiló, de ne menjen tönkre a termelő? Igen, volt egy ilyen időszak néhány éve, amikor egy nagyon mély repülésbe kezdett az ágazat. Ennek valóban az volt az oka, hogy amikor a szezon elkezdődött, akkor, ahogy tetszett mondani, nagyon helyesen elkezdtek versengeni egymással a fogyasztóért, egymás alá ígértek, és eljutottak egy olyan pontra, hogy a termőterület folyamatosan csökkent. Akkor mi egy fejlesztési programot indítottunk el, ennek egyik része marketing volt, a másik kommunikációs program, a harmadik oktatási program, és ennek eredményeként most növekszik már vissza a termelés, sőt, belátták a kereskedelem is, hogy így mondjam, hogy nem szabad olyan alacsony árra levinni vevőcsalogatóként a dinnye árát, mert ez visszaad a termelésre. Ma már normális áron kerülhet forgalomba. Azt hiszem, hogy egy gombóc fagylalat ára nem túl sok egy kiló dinnyéért, ami egyébként nincs az egyik, annyi az egy kiló dinnye. Egyik legegészségesebb. Nem csak a fogyókúrázóknak, hanem hallom, hogy kollagéntartalmaz, vitamintartalma. Likopintartalmaz, ami Viagra hatású, sőt, ezen túl a vízháztartást nagyon stabilizálja és normalizálja, aztán vesét mindent. Tehát egy nem véletlen, ugye ez egy távol-keletről, közép-keletről, Afrikából származó növény, ahol kevés a víz és vízháztartás szempontjából terjedt el és használták az emberek, ma már természetesen, most már kultúrközegben csináljuk. Magyarország egyébként az egyik emblematikus dinnyetermelő, és nagyon sokat exportálunk is. No, sárga barack. Sárga arról barack. Viszont azt hallani, hogy sajnos a termés egy része. Igen. Az időjárás miatt elrohadt, hogy nem tudom, mi történt, és elég drága is a piacon, nincs is, nem is olyan finom. Igen. Nem elrohadt. A felmelegedés hatására tapasztalhatjuk, hogy egy hét differenciával nagyon szélsőséges hőmérséklet és időjárási körülmények alakulnak ki. Ez megtörtént februárban. A február végi meleg időjárás hatására elindult a kajsziba a neftkeringés, a rügyek megduzzadtak. És akkor és elfadtak utána? És miután a legérzékenyebb erre a kajszibarack, a következő hideg éjszakák miatt elfagyott Fejér megyébe, Somogy megyébe, Zala megyébe, Bács-Kiskun megyébe, szinte csak Göncön maradt meg, úgyhogy az átlagos 30 ezer tonnával szembe körülbelül 10 ezer tonnánk van idén. De úgy gondolom, hogy ez egy szélsős, és soha nem volt még ilyen katasztrófa ezen a területen, nem is nagyon lesz. És különleges. Hogy kompenzálják a termelőket? Hogy legyen jövőre is, mert hát egyik ami sajnos a fogyasztó most észrevesz, hogy nagyon drágán lehet kapni. Nagyon drága. Viszont elindult egy olyan fejlesztés, hogy ne csak a június végi, júliusi időszakra legyen kajszibarackunk, hanem legyen egy kicsit korábban is, június közepétől, és legyen augusztus-szeptemberig, mert például azok a fajták, amik hosszú tenyészidejűek, és később bontották a rügyeiket, vagy azok indult nem el, azok el. Nem fagytak el, tehát ezt meg fogjuk tehát növelni. Tehát tulajdonképpen és telepítenek új fajtákat, és ezzel az exportunkat is növelni tudjuk, mert nagyon-nagyon keresett a magyar kajszi, annak is különleges íze és van. És akkor itt a kérdés, hogy mi van a termelőkkel most, hiszen sokkal harmadára csökkent ezek szerint a termés. Hát igen, sajnos a termelők egy része, ugye, aki benne van ez a minőségbiztosítási rendszerekbe és egyebekbe, azok megkapják ugye azt a
különbséget, de ez nem jelenti azt, hogy ők kedvezően kezdhetik a jövő évet, ez mindenképpen veszteség a számukra, de én úgy gondolom, hogy a következő évek majd ezt behozzák. Van egy idősebb kollégám, aki kajszi termelő, és mondtam neki, hogy milyen katasztrófa van most. Azt mondja, figyelj ide, én 10 éves időszakokra számolom a tevékenységemet, abban sajnos előfordul 1-2 év, amikor nincs nyereségem. De a többi kompenzálja. De a többi talán kompenzálja. És azt mondja, hogy új fajtákat ültetnek majd. Ez már idén megtörténik, és jövőre már lesznek ezek, vagy ez még most kezdik népszerűsíteni? Ez részben elindult már, de a Nébiknek, ugye a fajtakísérleti állomásán Tordason nemrég volt egy nagy bemutató, 30-40 fajtát mutattunk bele a hosszú tenyésztőjű fajtákból, és én úgy gondolom, hogy ennek a telepítése már el is indult, tehát nem most kezdjük, ennek a csirája már elindult, de most egy intenzív, ugye termőidőszak bővítésre kerül sor. Van, aki azt mondja, hogy se zöldséget, se gyümölcsöt ne együnk, mert már eleve a földön vagy a fán olyan anyagokat fecskendeznek rájuk, beléjük ma már a 21. században, hogy inkább felejtsük el, mert nem tudjuk, hogy mennyire leszünk betegek, és milyen betegséget kapunk. Hát ez megint a rémhír kategóriát mutatja. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniós rendeletek alapján a gazdáknak az a gondja inkább, hogy nagyon kevés olyan kemikáliát használhatnak, amivel meg tudják védeni a növényeket, és akkor felhívom azt a figyelmet is, hogyha valamit egyáltalán nem védünk meg, és azon mikotoxinok keletkeznek, sokkal súlyosabb, mint ha megvédjük őket, ami egyébként lebomlik, tehát ez teljesen rémhír, és az pedig, hogy zöldséggyümölcsöt ne fogyasszunk, én erre azt tudom mondani, hogy aki magán tönkre akarja tenni, az ne fogyassza. Ha a zöldséggyümölcs kerül szóba, vagy az egészség, az első mondat orvostól, mindenféle egészségügyi szakembertől az első az, hogy zöldséggyümölcsöt nagyon sokat fogyasszunk, a húsokkal és egyebekkel szemben, ami szintén fontos, csak az arányokat kell jól megtartani. Ma van egy olyan marketing program, ami arról beszél, hogy egy tányérba hogy kell elosztani az élelmet, az azt mutatja, hogy a fele legyen zöldséggyümölcs, a negyede legyen hús, és a negyede legyen szénhidrát. Úgyhogy én szerintem élelmezési szakemberek ezt már kibontották. Még egy rövid, gyors kérdés. Paradicsom. Nagyon sokféle paradicsomot árulnak, és az ember folyamatosan keresi a régi, gyerekkori paradicsomokat, azt az ízt, és amikor látom, hogy minden gyönyörű egyforma, akkor valahogy egy kicsit furcsán érzem magam, és bizalmatlan vagyok. Az étkezési paradicsom területén nagyon sok fedett területen, üvegház alatt állítják elő. Ezek a fajták kitűnőek, ugyanolyan minőségűek belül. Mint a van, így van, van ízbe különbségük, mégpedig azért, mert a nemesítés arra is figyelt, hogy, és ezt nem negatívként mondom, hogy pultálló legyen, hogy egy kicsit keményebb legyen, kicsit egységesebb legyen. Ez egyáltalán nem azt jelenti. Én úgy gondolom, hogy ezt is úgy kell helyére tenni, hogyha mondjuk azt gondoljuk egy ilyen nagyvárosban, mint Budapest, olyan fajtákat termelnénk, ami egy napig bírja ki, akkor a zöldségesek nem tudnák ellátni az embereket. Műsoridőnk lejárt. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt, mert ezek azt hiszem, hogy nem csak a háziasszonyokat, hanem mindenkit érdeklik. Búcsúzom már a önöktől, legyen szép napjuk. Fazekas Ágnest, a Braillard Pest főmunkatársát látták. Maradjanak velünk, mert érdekes műsorok következnek. Holnap reggel pedig Braillard Péter várja önöket ismét a Pirkadatban. Viszontlátásra!